A mai napon átvettük a megbízó levelünket Tarnóczy Attila képviselőtársammal, és immár Miskolc testületben két mi hazánkos képviselővel lesz jelen a pártunk. A miskolciaknak szeretném megköszönni a támogatást és a szavazatokat. Természetesen ugyanarra munkára számítatnak, mint amit eddig is végeztem a miskolci közgyűlésben. Mind a ketten továbbra is botránymentesen, korrupciómentesen, megalkuvás nem tűrően fogunk dolgozni a városért. Egyetlen egy vezérfonal lesz a miskolci döntéseinknek, pedig az, hogy minden olyan döntést tudunk majd támogatni, ami jó ennek a városnak. Nyilvánvaló, hogy amire úgy ítéljük meg, hogy nem jó, azt nem fogjuk támogatni, de ami jó, az érkezzen a javaslat bárhonnan, mindenképpen támogatni fogjuk. Ezúton szeretném megköszönni a miskolciak támogatását, azt, hogy ilyen sokan szavaztak a Mi Hazánk mozgalom a miskolci képviselőjelöltjeire, különösképpen a 17-es választókörzet lakóinak megtisztelő bizalmát. Igaz, hogy az egyéni mandátumot nem nyertem, viszont kompenzációs listán bejutott a miskolci képviselő testületbe, tehát lesz olyan, aki képviseli a választókörzet lakóinak érdekeit. Arra kérem önöket, nyugodt szívvel bátran keressenek.